Európai élvonalába került Magyarország az új gépjárművek forgalomba helyezésének növekedését tekintve. Ennek hátterében több minden is áll a szakemberek szerint. Az egyik ilyen tényező, hogy a magánvásárlók visszatértek az autópiacra, arányuk meghaladja a 40%-ot. Azonban azt is bele kell számolni, hogy az 1-3 autós céges üzletek szintén magánvásárlásnak tekinthetőek, így már 50% fölé lendül a mért adat. Összességében valamivel több, mint 12 ezer új autót adtak el áprilisban hazánkban. Ez 36%-os növekedést jelent a tavaly áprilisi adathoz képest. Ebben azért benne van egy nagyobb állami flotta értékesítés, a rendőrségi autókat, ez 1500 darabos megrendelés volt, ez azért megdobta csak az április hónapot, de összességében a kumulált első négy havi adat is 15%-os növekedést mutat tavaly év ugyanazon időszakához képest. Ez azért egy szép növekedés az új autók piacán, hozzáteszem a használt autók piaca is ugyanilyen arányban 15-20%-os növekedést mutat. Ennek oka a hitelek kedvezősége. A kifutott deviza alapú hitelek nagy részét már lezárták, csak forint alapú hitelt tudnak felvenni az emberek. Emellett alacsony a jegybanki kamat is, így kedvező autóhiteleket lehet találni, hogy akár használt autók közül is bárki megtalálhassa a számára megfelelő gépjárművet. Általában a fiatal, kevés kilométeres használt autókat keresik. Az új autók piacán a német és a japán modellek a nyerők. A használt autók piacán elsősorban a benzines modellek, amelyek kiemelkedően keresettek, de az új autók statisztikában is megmutatkozik, hogy már többen vesznek benzines autót, mint dízel autót. Egyre népszerűbbek az elektromos és a hibrid autók is. Ezeknek bár kedvezőek az adózási feltételeik, és a japán modellek nagyon megbízhatóak, egyelőre nem jelentenek nagy fenyegetést a klasszikus használt autópiacra.